Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás szeptember 6-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most én kivetem a kártyát. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a Cica-Mica kártyacsomagból. Ez az én kártyacsomagom, olyan vicces képekkel, és megnézzük az üzenetet. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai, tervei. Itt a háttérben van egy elefánt. Nehéz lépések. Ez utal az ő múltjára. Egy nehéz időszak, de ezen ő most túlteszi magát, és ez a hölgy itt az előtérben mutatja a belső egyensúlyt, a kiegyensúlyozottságot, de azt is, hogy köztetek lesz egy ilyen harmonikus kapcsolat. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei, ő most valamit lezár, véglegesen lezár. Az lehet egy kapcsolat, de lehet a félelme, előfordulhat az is, hogy haláleset volt a családban, emiatt szomorú, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése, és én azt közölném itt veletek, hogy ő valamit lezár. A harmadik kérdés az volt, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Itt ez a kettes szám két személyre, vagy a ti párkapcsolatotokra utal, esetleg egy szerződésre. De a képen van egy harmadik személy, és figyeli az eseményeket. Ez így a háttérben van, tehát kell, hogy óvatosak legyetek. És a napi kártya, a Cica-Mica kártyacsomagból, itt németül van az írás, ez azt jelenti lefordítva, hogy na, most mit látok itt? Egy meglepetés. És erre számíthatok a mai napon. Vagy találtok valamit, amire ti nem is számítottatok, és ez lesz ez a meglepetés. Ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást álnéven, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!